Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Ma sem tudok mindent felolvasni, javul az állapotom, de a beszéd nehezemre esik még. Ezért Brájda atya fogja felolvasni az elmélkedést. Ma advent első vasárnapján a rövid evangéliumban, mely a misében elhangzik, Jézus háromszor egy egyszerű és egyenes felszólítást intéz hozzánk. Vírasszatok! A téma tehát a vírasztás, az éberség. Hogyan kell ezt értenünk? Néha olyan magatartásként gondolunk erre az erényre, amelyet a közelgő büntetéstől való félelem motivál, mintha egy meteorit készülne lezuhanni az égből, és azzal fenyegetne bennünket, hogyha nem hárítjuk el időben, eltalál. De a keresztény éberségnek nem ez az értelme. Jézus egy példázattal szemlélteti egy hazatérő gazdáról és az őt váró szolgákról beszél. A szolga a Bibliában a gazda bizalmasa, akivel gyakran együttműködik, és akihez szeretett kapcsolat fűzi. Gondoljunk arra, hogy a Biblia Isten szolgájának nevezi Mózest. Mária pedig azt mondja magáról, íme az Úr szolgáló leánya. E che anche Maria dice di se stessa, ecco la serva del Signore. A szolgák éberségét tehát nem a félelem motiválja, hanem a vágyakozás, a várakozás arra, hogy érkező urukat fogadhassák. Azért állnak készen a visszatérésére, mert szeretik őt, mert azt tartják szem előtt, hogy amikor megérkezik, barátságos és rendezett otthon találjon. Örülnek, hogy újra láthatják, olyannyira, hogy visszatérését az egész nagy család ünnepként várja, amelyhez tartoznak. Ezzel a szeretettel teli várakozással akarunk mi is felkészülni Jézus fogadására. Karácsonykor, melyet néhány hét múlva ünneplünk, az idők végén, amikor dicsőségben tér vissza, minden nap, amikor elénk jön az Eukarisztiában, az ő igéjében, testvéreinkben és nővéreinkben, különösen pedig leginkább a rászorulókban. Ezért különösen ezekben a hetekben gondosan készítsük elő szívünk házát, hogy az rendezett és vendégszerető legyen. Az éberség ugyanis azt jelenti, hogy készen tartjuk a szívünket. Ez az őrszem magatartása, aki az éjszaka folyamán nem enged a fáradtság kísértésének, nem alszik el, hanem ébren marad az eljövendő fényt várva. Az Úr a mi világosságunk, és jó, ha felkészítjük szívünket arra, hogy imádsággal fogadjuk, és szeretettel vendégül lássuk. Ez a két előkészület szükséges ahhoz, hogy úgymond otthonosan érezze magát. Ezzel kapcsolatban azt mesélik, hogy Turci Szent Márton, aki imádságos ember volt, miután köpenyének felét egy szegény embernek adta, azt álmodta, hogy Jézus pontosan abba a köpeny részbe van öltözve, amelyet odaadott. Íme egy szép program adventre. Lássuk meg Jézust, aki elénk jön minden testvérben, aki ránk szorul, és adjunk neki mindent, amit csak tudunk. Meghallgatást, időt, segítséget. Szeretteim, érdemes ma megkérdeznünk magunktól, hogy miként tudunk befogadó szívet készíteni az Úrnak. Úgy tehetjük meg, hogy megbocsátásához, igéjéhez, asztalához járulunk, helyet találunk az imádságnak, befogadjuk őt a rászorulókban. Ápoljuk a rávaló várakozást, anélkül, hogy sok hasztalan dolog elvonná figyelmünket, és anélkül, hogy állandóan panaszkodnánk. Ehelyett tartsuk éberen szívünket, vagyis rá vágyakozva, elevenen és készen, türelmetlenül várva vele való találkozást. Szűz Mária, a várakozás asszonya segítsen bennünket, hogy befogadhassuk érkező fiát. Et concepite de Spiritus Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. E per un caro factum es. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumo Domine, menti vos nostris infunde, che angelo annunciante, che ti fili tua incarnazione, coniovio, per passione meius ad crucem, a resurrezione e gloria, perducamus per Cristo nostro. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donaeis Domine. Et lux perpetua lucia Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, in Israele, Palestina. Kedves testvéreim, Izraelben és Palesztinában súlyos a helyzet. Elszomorító, hogy a fegyverszünetet abba hagyták, ez halált, pusztulást, nyomort jelent. Sok túsz kiszabadult, de sokan vannak még mindig Gázában. Gondoljunk rájuk, a családjaikra, akik fényt, reményt láttak arra, hogy szeretteiket újra magukhoz ölelhetik. Gázában nagyon nagy a szenvedés, hiányoznak az alapvető szükségleti cikkek. Kívánom, hogy az érintettek minél hamarabb új tűzszüneti megállapodást tudjanak kötni, és a fegyverektől eltérő megoldásokat találjanak, próbáljanak a béke bátor útjain járni. Provando a percorrere vie coraggiose di pace. Szeretnélek biztosítani benneteket imáimról a Fülöp-szigeteken történt ma reggeli merénylet áldozataiért, ahol bomba robbant szent mise közben. Lélekben közel vagyok a családokhoz, Mindanao amúgy is sokat szenvedő lakosságához. Bár a távolból, de nagy figyelemmel követem a dubai COP28 munkáját. Lélekben közel vagyok. Megismétlem felhívásomat, hogy az éghajlatváltozásra konkrét politikai változtatásokkal válaszoljunk. Lépjünk ki a partikularizmusok és a nacionalizmusok szorításából, a múlt mintáiból, és fogadjunk el egy közös jövőképet, és mindannyian kötelezzük el magunkat most, késedelem nélkül a szükséges globális ökológiai megtérés mellett. Ma van a fogyatékkal élők nemzetközi napja. Az ilyen állapotú emberek befogadása és bevonása az egész társadalmat segíti abban, hogy emberibbé váljon. A családban, a plébánián, az iskolában, a munkahelyen, a sportban. Tanuljunk meg minden embert értékelni a maga tulajdonságaival és képességeivel, és senkit se zárjunk ki. Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak, Olaszországból és a világ más tájairól érkezett zarándokok. Külön is köszöntöm a lengyeleket, akik a nemrég boldoggá avatott vértanú Ulma család tiszteletére szervezett rendezvényeken vesznek részt Rómában. Üdvözlöm az összes zarándokot, valamint a Firenzéből, Siena-ból, Brindziből, Cosenzából és Andrandóból. Tutti i pellegrini e tutti i gruppi parrocchiali di Firenze, Siena, Brindisi, Cosenza e Adriano. Mindenkinek áldott vasárnapot és szép adventi utat kívánok. Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra. Buon pranzo e arrivederci.